előadója Limpár Imre, tanácsadó szakpszichológus, akinek az egyik fő szakterülete az időgazdálkodás. Ezt azért mondom, mert ebben a témában tartott már nálunk egy előadást, amit megtaláltok a YouTube csatornánkon. Ma pedig egy másik nagyon fontos terület, a siker felől fog ő a szabadsághoz közelíteni, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmeteket rá, hogy Imre könyvét, ami a Siker tervezhető, a Praktikus tudás Lélektani könyve címet viseli, most kedvezményes áron megvásárolhatjátok itt ma este, és hogy ezt miért érdemes megtennetek, az mindjárt kiderül. Fogadjátok sok szeretettel Limpár Imrét. Van-e jogod megérezni a teret? Ez még csak ilyen backstage ráhangolás, mert elkezdem az előadást. De hogy, mert kezdje már, jó van, ki mondja, de hogy úgy megérezni, hogy körbenézni, a tekinteteket fölvenni, hogy kikkel beszélgetünk itt fél órán át, diskurzus, persze ez egy monológ műfaj lesz most, kicsit frontálisabban. Kezdjük el. Hogy van ez a mondat számodra? Nem tehetem meg, hogy. Nem tehetem meg, hogy. Mit nem tehetsz meg? A hétköznapok szintjén. Kis görgetősáv a fejedbe lejön, azt se tehetem meg, azt se tehetem meg, és még azt se. És így van ez a valóságban. Általában sokkal többet tehetünk meg, mint amennyit gondolunk, érzünk, tapasztalunk, hogy megtehetnénk, csak vannak korlátaink. És ezekről a korlátokról szeretnék beszélni a következő fél órában, hogy vannak rések, aminél, hogyha be tudunk surranni, akkor egy más élet is élhetőbb lehetne a mindennapok során. De milyen ez az élet? Csak ugye a pszichológus mit kérdez? Érzést. Milyen érzés a saját életedet élni? Mondjál érzéseket, jelzőket. Nálam 3+1 érzés soha nem ér mondani, azt mindig akkor leállítom. Az nem érzés, hogy furcsa, különös, érdekes. Azok maszatoló semmik. A hoch intellektuál meg azt mondja, hogy olyan ambivalens, van ilyen is, olyan is, jó, de akkor milyen az ilyen is, olyan is? Milyen a saját életednek a mindennapjait pörgetni? És most maszatoló válaszok jönnek le a fejedben, vagy tényleg konkrétumok? Tényleg konkrétumok. Sztori, szabadság. 18 éves érettségi évében lévő diákok voltunk, hittanóra, és Barnabás atya egy 45 perces nagy monológot tartott a szabadságról, és egy mondat nagyon, hát ugye a balpitvar nem tudom melyik részébe gravírozódott nálam, azt mondta, urak, akkor vagytok szabadok, ha ismeritek a korlátaitokat. Hoppá! És amikor azt mondjuk, hogy bármit megtehetünk, az a szabadosság. Ne keverjük össze a kettőt. És aztán évekkel később jutottam el Rousseauig, ezt hoztam ugye mottónak, hogy nem akkor vagyok szabad, ha bármit megtehetek, hanem ha nem kell megtennem, amit nem akarok. Nálad mi van a mondat végén? Mi az, amit nem akarsz megtenni, és szabad vagy ebbe a Rousseau-i értelemben, hogy akkor azt nem is kell megtenned? A három szék micsoda? Tele vagyunk determinánsokkal. A múlt súlya nagy. És fogok erre utalni, hogy amit anyutól, aputól kapunk, az általában annyira megnyom legtöbbünket, hogy a szabadságunk sokszor és sokféleképpen csorbát szenved. Hogy vagyunk a jelenben, a jelen székén? Van-e nyaf állapot, amikor úgy mindenki menjen a búzsba, és úgy stb.? És hogy vagy a jövő székével? Most lehet még nem vagy szabad, de majd. Majd akkor, 2034-re eléred. Ki a szabad? Hát ha szabad és jövőorientált gondolatiságot ide behúzok, akkor az a szabad, aki képes a jövő felé nézni, és van benne egy pici jelen hedonizmus. Ha meg a múlt bejön, akkor egy kicsit múlt pozitív. Hát mi magyarok, mi nagy szabadságharcosok vagyunk, nem annyira talán szabadok. Tehát, hogy ez hogy nézne ki mondjuk a nemzet kollektív tudattalanjában? Múlt negatív, mi panaszkodunk? Szidjuk a rendszert, ugye? És a jelen székén, hát nem rajtunk múlik. Nem voltunk jókor jó helyen, nem dobott jót a gép. a sors akarta így, Isten akarata, így volt megírva, stb. Mi nem tehetünk róla, hát úgy megtörténik, alakul. Szabadság, hát ez alakul. Így nagyon nehéz. Így nagyon nehéz. A történelem órán mit tanítunk a nebulóknak, 10. századból? Hát tudja, hogy a vesztes csatákat. 933, 955 remélem megvan. Abból a századból, amikor vagy 40-50 győztes hadjáratot vívtunk. De mi mégis erre figyelünk. Tesszük ezt aztán a személyes életünkben is. És ez a szabadság téma, ahogy én a lélektanban látom, meg az ilyen határterületi diskurzusokban, tele van paradox kettőségekkel. Tehát egyrészt érezzük a gyötrődést, tehát ez a magyar néplélek, hogy az élet nehéz és kegyetlen, és küzdeni kell, és... És aztán van az önsegítő irodalomnak, az önfejlesztő szakanyagoknak egy érdekessége, és így feszíti aztán az ellentét érzését, hogy bármit elérhetünk. Remélem ezt tudjátok. Hát bármit elérhetünk. Ugye? És ha én töpörödött törpördökként nem érem el, nem tudom majd elérni, akkor érezem magam nagyon szarul, mert hát egyébként bármit elérhetnénk. De ez egy lózunk. Ha valaki azt mondja, hogy bármit elérhetsz, akkor 180 fok hátra, és egy önmagad alakú lyukat válja a falon vagy az ajtón. Szemléltetés, egyszerű DNS. Tegyük föl, nagyon tetszett az előző előadásban, hogy minden ábra egy körrel indul, ez is, képzeljétek ide egy kört. Mikor érhettél el papíron, gondolatkísérlet, tényleg bármit? Tehát a lét lehetőségeid, ilyen fenkölt szóval élve, a lét lehetőséged 100% volt. Tényleg bármi lehettél volna. Én ezt úgy képzelem, hogy a fogantatásunk előtt, akkor még bármi lehet. De anyu-apu tette a dolgát, hála a jó Istennek, létrejött a DNS-ed. És az, hogy én fehér férfiként fogantam meg, hát én szülni nem fogok. Az buktam. De buktam 100 méteren nagy valószínűséggel a síkfutás, a 10 másodpercen belüli időt. Mert azon belül csak szerecsen ember futott. De, hogy ezt kimondtam, még az Imre nem is piszi, mert ilyet nem illik mondani. Pedig én csak mondjuk a biológiai determinációról beszéltem, hogy már a DNS-ünk sok mindent meghatároz. Nem érhetünk el bármit. Ha anyánk magzati állapotunkban drogozott volna, akkor a diplomát nagy valószínűséggel mondjuk bukjuk. Ha rossz sesű családba született, szocioökonomiai státusz, szülők anyagi helyzete, iskolai végzettsége, infrastruktúra minősége, stb. Akkor mi történik? Hát mondjuk nem tudnak megfizetni neked anyanyelvű angol tanárt 3-4 évesen, mikor a nyelvfejlődés még mint szivacs. És mi lesz? Imrének olyan akcentusa van, hogy nem akartok engem se németül, se angolul hallani. És ahogy megyünk előre, a 100%-os körből, mire betöltjük a papíron felnőtt kort, jogilag biztos, tehát 18, addig a 100%-os körből a sors, vagy az élet kivágott egy csomó körcikket. De ha már szabadság, hogy jön ez az ábra ide? Általában szűkebbnek látjuk a megmaradt létlehetőséget, mint ami tényleg megmaradt. És mondjuk ez lehet egy mentálhigiénés munka, egy konzultációs folyamat, vagy egy pszichoterápia, hogy ott megmaradt. És akkor én ezt megvalósítom. Ezzel szemben mit csinálunk? Inkább szidjuk a rendszert, hogy mennyi mindent elvett tőlünk. És tespedünk bele, megyünk lefelé, lefelé, lefelé. Tehát ez a bármit elérhetünk így, nagyon zörög. A második ilyen, amitől nagyon csúnyán mondtam volna, frászt kapok, hogy ugye szabadság, mit tesz a szabad ember? Álmodni csak szabad. Merjünk nagyot álmodni. Igaz? Merjünk nagyot álmodni. Ha akartok olyan módszert, amivel garantáltan csökkenhet az önbizalmatok, akkor ajánljátok ezt magatoknak. Merj nagyot álmodni. Miről beszél? Hát nem ezt mondják a könyvek. A legtöbbször merjünk nagyot álmodni, és még írjuk is le, és stb. Próbálom szemléltetni. Ez egy ingoványos terület, de beszéljünk egyenesen. Ha én itt vagyok, nem tudom, Gusztávként a jelenben, és mikor kapom meg ezt a környezetemtől, hogy Gusztáv, merj nagyot álmodni? Hát persze, hogy akkor, amikor nem vagyok a toppon. Kételkedem, hogy mennyit tettem le az asztalra, nem ott tart az életem, ahol tartanom kellene. Anyám, apám is megmondta, hogy hát azért ennél már azt gondolták, hogy jóval előbbre tartok ennyi idősen. Majd valaki jön, és azt mondja, hogy de hát Gusztáv, mer nagyot álmodni. Jó, csináljuk. Beadom a derekam, és elkezdek a jövő székével barátkozni, és megálmodom, ilyen divatosan, ilyen alfagenerációsan mondom, Gusztáv 1.0-ból, a Gusztáv 2.0 mi lesz? Ki lesz ő? És nézem, és akkor elkezdek az életéről gondolkodni, és írom a skicceket, és úgy szinte elképzelés, hogy megemel ez az egész. És tényleg jó benne lenni. Tehát az első 10-15 perc fantasztikus. Úgy elkap az örvény, mosolyindex egy kicsit följön. Míg nem, hogyhogy nem, a rögvalóságba vissza kell térnem 1 órával később, 2 órával később, attól függ, mennyit szántam erre a gyakorlatra. És a guillotine lecsap, és én még mindig kisfúk állapotban vagyok, egyedül vagyok, kicsi vagyok, éhes vagyok, hát ott a nagy Gusztáv 2.0, de én az 1.0 vagyok, a szerencsétlen. Ugyanis az önbizalom az mindig szubjektív. Nincs objektív önbizalom. Nincs olyan, hogy az önbizalmam az azon fog múlni, hogy mit tettem le az asztalra. Mondják, hogy hát hülye vagy? Hát ennyi mindent elértél, mégse hiszel? Nem ezen múlik. Az én képek játékán múlik. 2 verzió. Gusztáv 2.0, mint én ideál fogalmazódott meg bennem, és itt van a valós, jelenlegi énem. A kettő között a távolságot ezzel a merjünk nagyot álmodni gyakorlattal hihetetlenül kitoltam. Hogyha ez a távolság ilyen végtelenül nagy, akkor nem önbizalmat érzek, hanem szomorú leszek. És szabadság még csak nem is fog pislákolni, hogy Úristen, hát nekem kedve, inkább eret vágok hosszan. Nem is így, az a biztos. Másik eset, nem az én ideál, hanem a 2.0, az elvárt én. Az elvárt én. Hogy nekem ott kellene tartanom. Hát ennyi idősen? Még nincs unokám, kisfiam? És akkor már, Úristen, tényleg, hát akkor ez még csak egy szelet, de hogy még ezt is kell. Meg, hát egy tisztes főállásra van szükség, hát normális vagy. És akkor megtakarítások vannak? Remélem tesztek félre. Nem lehet ilyen hedonista mód élni, ne viccelj már. Stb. Tehát milyennek kellene lennem? És ha nem olyan vagyok, amilyennek kellene lennem, mit fogok érezni? Megint csak nem önbizalmat, pedig mertem nagyot álmodni. Bűntudatot. Bűntudatot. Tehát a szabadság mérhetetlen nagy ára, lélektani értelemben itt sokkal inkább az lesz, hogy hát bűntudat, meg szomorúság. De felültem ennek, hogy mer nagyot álmodni. Nyilván, hogyha korrektek vagyunk, akkor hozzátesszük, hogy merjünk nagyot álmodni, és a vágyakat, mert ezek vágyak, mondjuk céllá emelni, reális céllá, mégpedig, ami ugye az eredeti körből még megmaradt, és nem az, amit úgymond a sors elvett tőlünk. Ez egy fontos szegmens. Még egy példa, más téma, a szabadság ára. Akarsz venni egy kütyüt. Paradox módon itt is megjelenik egy kettősség. Minél nagyobb a szabadság variánsok száma, hogy hány kütyüt vehetsz, annál szarabbul érzed magad. Bocsánat a kifejezésért. Miért? Mert ha elmész fagyizni, és azt tudod, hogy van málna, csokoládé, vanília, kész, akkor választasz 3-ból, bele tudsz állni a döntésbe. De hogyha elmész fagyizni, és van 10 000 fagyi, Úristen, mit csináljak? Hát ebbe a döntésbe nehéz így beleállni, és hogy még meg is kóstolok 5000-et, hát a másik 5000-re már időm sincs, kedvem, meg gusztusom, meg bármi. Következésképpen azt mondom, hogy na jó legyen, valamit döntök, de ott lesz a szájíz, hogy a másikat kellett volna, a pisztáciát. Én meg itt vagyok a stracciatellával. És most azért a fagyikat helyettesíts bám kőkeményen párkapcsolati témákra. Tehát mondjuk 40-50 évvel ezelőtt mi volt a merítés? Hát itt van a falu, meg a szomszéd falu, meg még, na jó, bemegyünk a városba, kerítünk egy asszonyt, vagy fordítva, majd valakinek igen mondok a kérők közül. Véges számú volt a variációk száma. Ma meg, hát minimum 7 milliárd, nem? Na jó, megfelezzük, tehát akkor 3,5 milliárd, de úristen, hát, és mi van, hogyha nem az igazi lesz? Azt, ha Eufrazina nem az igazi, kardomba dőlök, hát akkor hogy lehet így elköteleződni? Mert 2 év múlva ott a kis ördög, pont mint a fagyinál, hogy de lehet a másikat kellett volna. És a kütyüknél, mert innen indultam, megveszed a 4832/B-t, és csak 2 napig van nyugtod, mert utána már kiadták a per W-t. És akkor ott van, megint szarul érzed magad, hogy de hát akkor ez most azzal előbbre juthatnék, az olyan menőbb lenne, és így tovább. De magyarán a túl sok választás, az paradox módon inkább gyötör bennünket, és inkább depresszióhoz vezet, vagy minimum egy jó kis melankóliás búskomorsághoz, és még mindig nem a szabadsághoz és a mosolyindex növeléséhez. És akkor még egy negyedik példa is ebben a paradox dologban, hogy ahogy a generációk így ugye fiatal és egyre több helyen mindenhol ott akarunk lenni, mindig történjen valami, nehogy lemaradjak valamiről. És létrejön, tehát elvileg szabadok vagyunk, hiszen mennyi programra mehetnél péntek este. De hiába, hiába érzed, hogy most innen hazamész, és a Facebookon látod, hogy hol nem voltál. Tehát persze szabadság, de ott lehet a rossz szájíz, főleg ha a lelked ilyen bekötésű, vagy akár most, hogy ezt hallod, minek idejöttem. A másik rendezvényre kellett volna menni, ott is okosakat mondanak, de megnyugtatlak, ha ott vagy, akkor meg azt mondod, hogy inkább a Limpár előadásra kellett volna jönnöm. Magyarán nagyon sokszor ilyen időzített aknáink vannak belül. Mikor keletkeznek ezek az aknák? Múlt szék. Most mit éreztél? Hogy kitartottam egy csendet. A belső diskurzushoz csend kell, nyugalom. Nem patológiás és addiktológiai értelemben, de ha már szabadság, a függőségeiddel hogy állsz? Mennyire függsz ettől? Én ezt hívom az új Darth Vadernek. Tehát, hogy elérhetőnek kell lenni. Mikor? Borzasztó statisztika, ezt évek óta kérdezem csoportokon, kisebb előadásokon. Mikor volt a telefonod utoljára kikapcsolva? Görgünk lefelé. Melyik telefon? A 3-ból. A repülőüzemmód annak számít? Ha lemerült, az annak számít? Nem! Amikor szabad akaratból azt mondod, hogy off. Azt nem lehet megtenni. Azt nem lehet. Nem tehetem meg, ugye innen indultunk, mit nem tehetek meg? Nem tehetem meg, hogy kikapcsolom a telefonomat. Miért? Látszik, hogy azért nem vagyok egy matuzsálem, de hogy csak az én saját praxisomban 5-8 évvel elő nem fordult az, vagy nagy ritkán, hogy ülés közben, konzultációs alkalom közben a fontos ember fölveszi a telefont. Ma 2 heti gyakorisággal garantáltan van ilyen sztori. Ezt muszáj fölvenni. 5-8 év alatt ennyire mindenki fontos lett. Szeretnék valamit érzékeltetni, és beszélni érintőlegesen a TT-kről, a transzgenerációs téglákról. Ez szülőktől kapott üzenetek rendszere, ami alapján döntést hozunk magunkra, a világra és a kapcsolatainkra vonatkozóan. És ezek tűnnek igaznak, szabadság értelemben is. Telefon értelemben, hogy kikapcsolhatom vagy nem, abban is. Sztori példa. Ezt, hogyha ilyen lótusz-faktusz miniszter lehetnék, akkor a magyarságnak úgy fölírnám receptre, hogy évente 3 nap elvonulni. Bivaj-györcsökre, kikapcsolni offline, és ránézni az életedre. és ennek van egy módszertana, ebben most nem megyek bele, ezt nagyon szeretem hangoztatni. Elmeséltem ezt egy előadáson, és ott ült, nevezzük Amáliának a második sorba, és Amália lesápad. Jézus Mária, kikapcsolni a telefon, azt nem lehet. Nem szabad, ilyen nincs. Hál' Istennek volt önismerete már, és tudta, hogy ez a vehemens tiltakozás valaminek a jele. Elkezdett kutakodni, nem volt ötlete, belülről nem jött semmi, így elkezdte kérdezni a felmenőket. És képzeljétek, kiderült, hogy déd nagypapa nagyon fontos vegyészember volt a honvédségnél. Fontos vegyvédelmi, ilyesmi terület. Nekik jóval előbb volt a múltban telefonjuk, nem lehetett kikapcsolni, mindig elérhetőnek kellett lenni, szó szerint parancs értettem. Annó a múltban, a múlt székén ez egy adaptív helyzet volt. Őket szolgálta, és vállalták. Ugrunk 3 generációt, és Amália már csak rettenettel. Telefon nem kapcsolunk ki. Tehát a téték általában úgy működnek, hogy kezdetben valamiért adaptívak, és aztán, hogy az idő előre halad, maladaptívvá válik. És már nem szolgál minket, de korlátoz. De korlátoz. Összegyűjtöd a nem tehetem meg listát. Én ezt kliensekkel rendre össze szoktam iratni. Több A4-es oldal, ha tisztesen csinálod. Jönnek marhaságok, tehát tényleg csak a félpoén miatt mondjuk jön, nem tehetem meg, hogy a 4-es 6-oson mesztelenül szaladgálok. Jó, rendben van. Nem tehetem meg, hogy kimegyek Ferihegyre és veszek egy oda-vissza repjegyet valahova, csak úgy. Nem tehetem meg, hogy a fizetésem felét fölteszem a dupla nullára a kaszinóban. Nem tehetem meg, hogy anyósomnak beszóljak. Nem tehetem meg, hogy anyámnak azt mondjam, hogy nem megyek haza karácsonykor. Nem tehetem meg, hogy a páromnak azt mondjam, hogy már pedig nem akarok minden egyes este arról beszélgetni, hogy nem tehetem, nyakló nélkül jöhetnek pénzügyek, nem tehetem meg, hogy tovább nyújtózkodok, mert még a takaróm van. Nem tehetem, és jön. És mi a tapasztalat? Hogy általában mindig van egy x, 5, 10, 15, 20, akár 30% is, hogy ha jó napon van, ha kellően bátor lennék, megtehetném, kipróbálhatnám. De akkor jön a félelem, hogy mit fognak ehhez szólni. Hogy mit fognak ehhez szólni, például a felmenők. Ki a rendes ember? A rendes ember képe a legtöbb családban létrejön, és a rendes ember korlátoz bennünket nap, mint nap, érzetben minimum. A rendes ember hétvégén a családjával van. Jó példa, nem? Hát, Imre, te dolgozol, ennyit szombaton látom a Facebook eseményeket, tehát ez botrány. Te nem vagy rendes ember. És hiába kérdezek vissza, mondjuk figyelj már, kedd délelőtt, mikor voltál utoljára a gyerekkel? Normális vagy, akkor munkaidő van, dolgozom. De hát én meg kedden vele tudok lenni. De a rendes ember hétvégén mondjuk nem dolgozik. És hiába mondom ezt a diskurzus vita, én nyerem, az érzelem előbbre való, és ő elítél. Ő simán elítél engem, és akkor az ítéletet érzed, és akkor most megtehetem, vagy nem, most mit csináljak? És már ott bepiszkolódik az, hogy most akkor én, mi a mozgásterem gyakorlatilag. És van még egy nagy veszély, ezek a téték konzerválódnak nagyon sokszor, mikor a szüleink meghalnak. És előveszünk rá egy ilyen mondást is például, hogy halottról vagy jót, vagy semmit, nem? Ezt mindenki ismeri. Ha meghalt, akkor csak jót lehet róla mondani. Egykori latin tanárom azt mondta, de mortuis nihil nisi bene. Ez egy félrefordítás lett a magyar nyelvben, és így terjedt el. Halottról vagy igazat, vagy semmit. Halottról vagy jól, vagy semmit. Igazat. Ha a dédnagyapád egy patásgazember volt, azt ki kellene tudni mondani, még akkor is, ha ez ránézve nem jó. Igen ám, de én mondjuk Gusztávként elmegyek terápiába, elkezdek dolgozni a belső tartalmaimon, hogy szabadabb legyek, és közben meghal anyám, apám, puff! A giotin rámegy, és már nem merem megtenni. Már nem merem megtenni. Nagyon nehéz ez. Nagyon-nagyon nehéz ez. Még egy-két tété, csak a példák. A párkapcsolat küzdelmes. Megint nem PC mondatok, de sok tété nem ilyen. Fiam, akkor higgyél nőnek, ha lólegel a sírján. Vagy egy feministább verzió, kislányom, minden férfi csak azt akarja, rosszabb esetben minden férfi disznó, és csak azt akarja, és kihasználnak, vigyázz velük. És akkor itt vagyok, aladárként, és azt mondom, hogy összejöttem a legcsodálatosabb nővel, Teodórával. És szép az élet, és örülünk egymásnak. Amikor még a párkapcsolat abban a szakaszban van, hogy a napokat számoljuk, meg hogy hány hetesek vagyunk. És a 15. hét után történik valami, fölébredek, és azt mondom, hogy de hát várjunk, ez nem valóság. Mert a családi mondás szerint a párkapcsolat küzdelmes. Én pedig a jelenben azt tapasztalom meg, hogy itt nem küzdök, hanem örülök. Hát akkor ennek nem lesz valóságíze, valóságillata, valóságélménye, úgyhogy elkezdem Teodórát úgy nézni, hogy mi lesz, ami gyanús. Hogy megteremtsem újra és újra azt az igazságot, amit kaptam anyutól, aputól. És ez a legtöbb életterületünkön így van, és determinál minket, és kutya nehéz ezeket kigyomlálni. Kutya nehéz ezeket kigyomlálni. És tényleg frázt kapok, amikor jönnek olyan emberek, akik azt mondják, hogy nem kell foglalkozni a székkel. Nem kell, bármit elérhetünk. A siker csak rajtunk múlik. Tényleg? Tényleg ennyire alábesüljük a tudattalant? Nem kéne. Nagyon nem kéne. Jó pozitív ez az előadás, ugye? Tehát, tehát tulajdonképpen ez volt a probléma definíció, így laza 28 percben. 2 percet hagytam a kicsekkolási lehetőségre. Egyrészt a rendes ember mit csinál, amit elkezdett, befejezi? Nem maszatol. Valaki úgy mondta a fiának, hogy fiam, a második hely maga a középszerűség. Amit csinálsz, azt rendesen csinálj, ne bízz senkiben, az van elvégezve, amit magadnak csinálsz. És ha elkezdted, ugye, akkor befejezed. Nincs idő és lehetőség próbálgatásra. Az élet nem arról szól, hogy te élvezkedjél. Jó? Tehát ilyen protestáns munkaerkölcsel tedd a dolgod. Jó, nagyon jó. Itt vagyok a jelenben, és Imre megprovokál azzal az előadása végén, hogy van-e próbaidő számodra, amikor kísérletezhetsz? Hogy itt vagy te, és jönnek az ingerek, amikre mindig egy választ adtál, egy választ. Változtathatsz-e, hogy más tegyél? Nem azért, mert az a jó, vagy az a helyes. Mit tudjuk, azt mi? Majd megnézzük. Nyilván, ha van egy jó önismeret, akkor nem nyakló nélkül bármit elkezdek próbálgatni-getni, hanem kicsit célzottabban, intelligensebb módon. De megnézem, hogy jé, rendre összecsörrenünk azzal a személlyel a munkahelyen. Eddig én mindig így reagáltam. Jövő héten máshogy fogok reagálni. Megölelem. Azt nem szabad, mert még félreérti. Adok neki egy csokit. És lehet, hogy egy kicsi mosolyindexet növelek rajta, hát de lehet, hogy ez se jön be. A lényeg mi? Hogy kicsit játéknak fogom fel ezt az egészet, és nem olyan vérkomolyan venni. De hát az élet az egy komoly dolog, nem? Tehát vegyétek észre, hogy ezek a mondások hihetetlen módon, tehát tulajdonképpen van a DNS-ünk, és aztán a DNS-ünkre vannak cuppantva. És nagyon, nagyon nehéz fölvenni velük a harcot, de lehet. Én abban hiszek, hogy mindig van másik út. Mindig tehetünk mást, mint eddig tettünk, és végső soron ezért lesz lehetséges a változás. Köszönöm szépen!